Sziasztok! 8 hete van annak, hogy megvolt a trifokális műlencse beültetésem a Budai Szemészeti Központban, és ahogy azt követhettétek eddig a videókban, rögtön bele is futottam egy, illetve két komplikációba. Ezeknek a megoldását is mesélem, mondom nektek, hiszen valószínűleg lesz még pár ember, akinek hasznos információval tudok szolgálni, hogyha hasonló módon jár. Az egyik problémám ugye az, hogy amikor bekerült a műlencse a helyére, akkor a saját szemlencsémnek a hátsó tokja, amit mindig bent tartanak, megtartanak ennél a kezelésnél, így összezsugorodott, ráráncosodott a lencsére. Ez nem szokott előfordulni, csak nagyon ritkán, pláne nem a műtét után azonnal. Ez a ráncosodás, ez rosszabb látásélményt jelent. Konkrétan azt jelenti, hogy ezen keresztül, egy ilyen hártyán keresztül látszódik, vagy jut át a fény, és emiatt minden egy kicsit olyan homályosabb lesz, mint amilyennek lennie kellene. Úgyhogy most visszaugrom 4 nappal ezelőttre, amikor is az alábbi beszámolót, felvételeket készítettem, amiket most mutatok nektek. Sziasztok! Már megkaptam a pupillatágító szemcseppemet, és nem sokára jön a lézeres kezelés. A szemlencsém hátsó tokja, amiben belehelyezték az új műlencsét, az összeráncolódott, zsugorodott, és ezt egy lézerrel meg lehet oldani, felszabadítják ilyenkor a lencsének a közepét. Ugye a szemlencsém eddig egy ilyen kör volt, ezt egy körnek képzeljük, és most fánk lesz belőle, tehát középen, most így nem tudom egy kézzel mutatni, lesz egy lyuk benne, és ezáltal ott kiélesedik a kép reményeink szerint. Úgyhogy ez vár most rám, fájdalommentes és 10 másodperces, és ettől picit már jobban fogok látni, aztán a következő lépés majd a lézeres látáskorrekció lesz, amikor a szaruhártyának a görbületén fognak változtatni ahhoz, hogy a dioptria hibát is kiküszöböljék. Kb. 1 óra telt el, és most azért van rajtam a napszemüveg, mert pupillatágításban végezte a doktor úr a jaglézerrel a beavatkozást. Semmi nem volt tényleg a szokásos, belenézős, szemvizsgálatos gépet, képzeljétek el. Azzal a különbséggel, hogy itt meg volt adva egy sárga fény, amit néznem kellett, az volt a nézési irányom, és a doktor úr kézzel irányította a gépet, és a szemlencsém hátsó tokjának a közepébe lézersugalat irányított, lőtt ki, és ezáltal ott lyukat csinált a hátsó tokba. Ennek az a következménye, hogy ott tisztább, onnan, hogy azon keresztül tisztábban fogok látni. Nem fájt sem, minden is éreztem. Kattogó hang volt, ahogy a lézer elsült. Se szag, se semmi, nulla. Tehát, mintha egy szemvizsgálaton lettem volna, és nézni kellett volna be a gépbe. Ennyit történt összesen. Tényleg 10 másodperc volt az egész. Már holnapra elméletileg fogok látni valami javulást, és 4-5 nap alatt pedig mindenképpen kell, hogy lássam, hogy hogyan tisztul ki a kép. Úgyhogy majd küldöm a visszajelzést, hogy mit tapasztalok, mi történt. És akkor a következő menet majd a lézeres látáskorrekció lesz, amire még várnom kell. Nos, a lézerezés aznapján, illetve a másnap reggel és az azt követő egész nap nem történt semmi, olyan volt, mintha tényleg semmi nem történt volna, nem észleltem különösebb változást semmilyen módon. A következő reggel viszont úgy ébredtem, hogy rosszabbul látok, sokkal rosszabbul látok. Rosszabbul látok annál, mint ahogy a jaglézerezés előtt láttam. Konkrétan aznap sírtam, mert ültem a villamoson, és az előttem lévő falon 1 méteres távolságban kirakott nagy méretű díjszabások, büntetések, helyszíni és utólagos bírságbefizetéses táblának csak az óriási betűit tudtam elolvasni, semmi mást.
Tehát azt vettem észre, hogy sokkal homályosabban és életlenebbül és rosszabbul látok, mint ahogy eddig láttam. Szóval akkor nagyon kétségbe voltam esve. A következő reggel, amikor felébredtem, akkor viszont hirtelen jobb lett a látásom annál, mint amilyen a jaglézerezés előtt volt a látásom. Ez konkrétan azt jelentette, hogy valamiféle homály tényleg eltűnt a látóteremből, egy ilyen szürkés fátyol lekerült a látásomról, és élénkebben, tisztábban láttam. Nem láttam élesebben, ugye azt különítsük el, az más, mert ez dioptria hiba, csak nem volt olyan fátyolos, olyan eltakart, olyan kis nem szép a látásélményem, tehát az változott meg a kezelés hatására. A következő lépés pedig magának a dioptria hibának a megszüntetése lesz, szintén lézerrel, lézeres látáskorrekcióval, úgyhogy majd erről is természetesen beszámolok nektek, hogy ez hogyan zajlik, és ebből milyen lesz a felgyógyulás. Sziasztok!